Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Negyedszázados jubileumát ünnepli a Honvédség és Társadalom baráti kör. Ebből az alkalomból, és egyébként is, mert hogy ez a rendelt ideje, tisztújító közgyűlést tartottak. És hát az ünneplő szervezet éves közgyűlésén újra Karsai Béla kapta meg a bizalmat, elnök helyettesként pedig Görög István a következő esztendőben is. Örülök, hogy itt vagy velünk, köszönöm szépen. Én köszönöm a lehetőséget. Nagyon fontos ez az 1995-ös zászlóbontás, nagyon-nagyon fontos, mert hogy a hazaszeretet és a honvédelem fontosságát így karba öltve vinni, negyedszázadon, 25 éven át ez fontos. Pontosan ezért néhány szóban emlékezzünk meg Gyurica Béla vezérezredes úrról, aki sajnos nem lehet már köztünk, aki az ötletgazda volt, az egyik alapítója. Egész pontosan Nemes Kürti István, a nemzet tanára, és Gyurica Béla ez a páros alkotta meg 1995. március 15-én az emlékezés közepette a baráti kört, és ahogy ők akkor fogalmaztak, zászlót bontott. Nemes Kürti tanár úr fogalmazta meg, hogy a legfontosabb dolog az, hogy a következő, ez a rendszerváltás hajnala, ahogy tetszik, vagy hát most már egy reggele, hogy ilyen képzavarral éljek, de a legfontosabb dolognak az ifjúság hazafias honvédelmi nevelését, a Kárpát-medencében élő nemzetek egymás iránti bizalomának a kialakítását, és az addigi néphadseregből honvédségé vált haderők és a társadalom közötti kapcsolat ápolását jelölték meg fő célként. Én akkor 38 éves lehettem, és az a lehetőség volt, hogy megalakíthattuk Székesfehérváron a szervezetet. Mi egy évvel később alakultunk, tehát mi 1995 nyarán, így az idén még csak 24 évesek vagyunk, de 24. évünkről is elszámoltunk a múlt hét kedden tartott közülésünkön, és megkezdődött a 25. év. Ez egyszer részről egy visszatekintés, de más részről pedig a megújulásnak tartjuk ezt az időszakot, hiszen úgy gondoljuk, hogy kellő tapasztalattal rendelkezünk, amik ténylegesen az első naptól kezdődően építkezésnek, egy szorgos építkezésnek az eredménye, és mindenképpen az a velünk kapcsolatos elvárás, hogy azt a minőséget hozzunk, amit egy Székesfehérvár város, mint nagy múltú koronázó város, és a honvédség székhelyének, a honvédség fővárosának dukál. Ahhoz, hogy ennek meg tudjunk felelni, ehhez minőséget kell teremtenünk, és ténylegesen folytatnunk kell azt a tevékenységet, amit 25 év óta. Ugye a névben önmagában benne van a honvédség és társadalom és a baráti kör. Ez a szó, hogy baráti kör, ez a jelzőszerkezet kiemelten fontos. Hiszen itt valóban ebben a küldetésben csak barátsággal lehet megoldani. És ráadásul ez egy olyan küldetés, ami sokkal közelebb hozza, hiszen Székesfehérvár katonaváros jellegét soha nem vesztette el, ugye a szárazföldi parancsnokság után az összhaderőnöm parancsnokság, és ráadásul ez azt hiszem, hogy megmarad, sőt fejlődik napjainkban, és nagyon sokat köszönhetünk így a Honvédség és Társadalom baráti körnek. Ebben a munkában viszont nagyon fontos szerep jutott a Pákozdi Katonai Emlékparknak. Ez is Gyurica Bélának köszönhető, aki az ifjúság nevelésének egy olyan szinteret keresett, amelyik nincs senkinek útjába, és hogyha lehet, akkor egy új minőséget létrehozva tud valami egészen unikálisat létrehozni. Ezért Pákozdot 1992-ben a néphadsereg
ből Magyar Honvédségé alakult haderő úgy gondolta, hogy talán nekik is váltani kell, és ezért az egykori születésnapként megjelölt szeptember 29-e helyett május 21-ét választotta, vagy azt jelölték ki a hadsereg központi ünnepeként. Ez ugye Budavára visszavétele, aminek 170. évfordulóját épp a következő hónapban, május 21-én fogjuk megünnepelni. Ott maradt gazdátlanul a Pákozdi emlékhely, amelyik korábban szebb időket látott, 1951-től ténylegesen egy központi emlékhelyként funkcionált. Ezt az akkori kor szokásának megfelelően könyvjóváíráson Pákozd önkormányzat kapta meg, és hát Pákozd sajnos akkor se volt egy tehetős terület, és ennek megfelelően a 1992 és 98 közötti 6 év alatt lényegében leamortizálódott ez a terület. Akkor szólítattunk meg, és hát egybeesett még egyszer azzal a törekvésünkkel, hogy mi keresünk egy olyan színteret, amelyik lehetőséget ad arra, hogy találkozzunk elsősorban az ifjúsággal. Jelestől, és ráadásul ott vannak a jeles dátumok, kezdve azzal, hogy az emlékpark egyben nemzeti emlékhely is. Ugye a 48-as emlékmű szeptember 29-ére emlékezve az megvolt. Ugyanakkor jöttek a többi, hogy az emlékhely kiteljesedjék, az első világháborút, az 1940, tehát az a második világháború, illetve az 1956-os forradalom és szabadságharc, majd a NATO emlékmű egyaránt azt jelzi, illetve a kapcsolódó rendezvénysorozatok, hogy íve lett a történetnek. És ez nagyon jó a társadalom tekintetében, legyen az fiatal, legyen kevésbé fiatal. És hát a fiatalnak nagyon fontos, hiszen nagyon nehéz megérteni azt, hogy a történelem az egy láncolat. És ezek így jönnek korosztályok, generációk egymást követően, és ezeknek az egy időben az élethez tartozó, most így mondom, alkotó tevékenységnek részeként megjelölt egy-egy nevezetes pont, vagy nevezetesebb pont, nevezetesebb dátum, az nem csak egy dátum, nem csak egy fejezet a tankönyvből, hanem nemzetünk történetének egy nagyon fontos része. Ezt a történelem folyamatosságát és folytonosságát, ezt talán a legnehezebb megértetni és megérteni, mondják a történészek. Ezért is nagyon fontos az, hogy nálunk a békefenntartással ér véget az emlékparki bemutató, és a békefenntartás pedig szintén egy több mint 120 éves történet, hiszen 1897-től napjainkig folyamatosan részt vesznek a magyar katonák is a békefenntartásban, azon túl, hogy ez egy osztrák-magyar találmány. És ezzel ténylegesen a mindennapokhoz, a mához kapcsolódik a történet. Így van egy kijelölt origó, ez a szeptember 29-e, és ahhoz képest folyamatosan, ahogy élünk, növekszik és bemutatásra kerülhet a folyamatosság. És hát milyen az élet, ha végig gondoljuk, hogy az első hazafiság iskolája programon részt vett diákjaink ma már egyetemet végzett személyek, lehet, hogy ők tanítanak, és valószínű, hogy csak végig gondolják azt, hogy mi milyen folyamaton mentünk át, hát ez is egy kis történet. Ugye változott a nevelés, a honvédelmi nevelés eszközrendszere, és nyilvánvaló a 21. századnak megfelelő. Én azt gondolom, a hazafiság iskolája példa arra, mert egyik oldalról az alapvetéseket megtanulhatják, és ezt tanúsíthatjuk, hiszen számtalan ilyen rendezvényen vettünk részt, hogy ezt szeretik is a fiatalok. Másrészt pedig a mélységeit is megmutatja ez a történet. Úgyhogy beszéljünk egy kicsit a hazafiság iskolájáról, mert ez is egy sikertörténet. Igen, lényegében ennek kerestünk helyet, és ezt találtuk meg Pákozdon. És ennek lett az eredménye, hogy a 150-es évfordulót követően az első intézkedés volt, hogy valahogy egy emelet ráépítést kell végezni, egy tetőtér került kialakításra, és a tetőtérbe egy előadó és kiállító terem, és ez a kettőnek a kialakítását követően 2002-től folyamatosan
működött egy kiskola. Miért hazafiság iskolája? Azért, mert velünk párhuzamosan mellettünk működik az arborétum, és az arborétumban pedig működött az erdei iskola. És mi jobbat nem tudtunk kitalálni, de azt hiszem ez is egy nagyon jó cím lett, hogy ott az erdei iskola, nálunk a hazafiság iskolája működik. És akkoriban Székesfehérvár támogatásával naponta egy-egy busz szállított ki egy-egy osztályt erre a környékre. Ők vettek részt pár órába az erdélyi iskolába, majd átjöttek a hazafiság iskolájába. Ezeket azóta természetesen csiszolgattuk, és ennek lett az eredménye az, hogy 2007-re láthatóvá vált az, hogy egy kiteljesedését kell ennek az emlékparknak megvalósítani. Ezért az akkori lehetőségeknek megfelelően pályázatot írtunk, a pályázaton nyertünk, és ennek lett az eredménye az, hogy a katonai emlékhelyből katonai emlékpark lehetett. Ez, és hogy egy kicsit már a, még most így mondom, az elkülönélését is mutassa, ezért is lett ebből Camp Pákozd, azaz Pákozd tábor, és ez a rövidítés is a katonai emlékpark Pákozd, ez is egyben egy ilyen érdekes kis játékos lehetőséget ad. Ez valóban ma már bemutatja a mindenkor emberéhez idomítottan a 170 év történetét, és azon dolgozunk, hogy minél újabb eszközöket tudjunk felhasználni. Így finomodik a múzeum pedagógiánk. Ennek az eredményeként ma már egy nagyon-nagyon korszerű applikáció működik a területen, ma már két nyelven működik ez az applikáció, és hát így fejlődünk. Tehát a test és a lélek is pallérozódik mindenképpen. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos az, hogy az elmúlt 25 évben a Honvédség Társadalombaráti Körfüli Mozgalom is egy folyamatos fejlődésen volt, és ez mindig ténylegesen a barátságra alapozódott. Ebben a szervezetben nincs kifizetés. Tehát itt a nagy részét még az úti költséget sem finanszírozzuk, hanem most így mondom, szerelemből, barátságból tesszük, amit teszünk. Nagyon sok olyan tevékenység van, és nagyon sok olyan barátunk van, hiszen csak a fehérvári szervezetet nézzük, ez közel 200 fős, nagyon ütős társaság, akik velünk együtt öregedtek, és ennek megfelelően a tapasztalataikat, amiket előző időszakokból hoztak, ezeket mind-mind-mind bedobták a közösbe. Ennek lett az eredménye az, hogy ténylegesen nálunk nagyon érdekesen ötvöződtek bizonyos feladatok, és hát ebbe lehetett megtalálni adott esetben a színházigazgató hozzáállását, vagy egy műfházigazgató hozzáállását, egy könyvtáros hozzáállását, egy tanár hozzáállását, egy katona hozzáállását, és ez adott egy szépséget, ami azért azt hiszem, hogy tényleg. Így kerek az egész. Ahogy a program kavalkád is kerek, hiszen kiállítások, előadássorozatok színesítik az esztendőt, és ez így van már 20 éve. Hogy választotok kiállítók? Én mondjuk tudom, hiszen gyakorta ott vagyunk, és azt gondolom, hogy az is megerősít egyik oldalról a művészi színvonal, tehát az megmarad, a másik oldalról pedig bemutatkozhatnak olyan alkotók, akik vagy valamilyen szinten kötődnek a fegyveres szervezetekhez, csak eddig nem volt lehetőségük módjuk. A másik oldalról pedig ott vannak a gyermekrajzpályázatok esztendőről esztendőre, ami szintén megerősíti ezt a honvédelmi nevelés elvet. Mi úgy gondoljuk, hogy minden szinttel és minden korosztályon foglalkozni kell a saját nyelvén, és a saját lehetőségeinkhez megfelelően keresünk hozzájuk utat. Úgy gondoltuk, hogy Kárpát-medence népeiről és a közös békéről szól a baráti kör alaptevékenysége vagy alapfeladata, hát ez nagyon jól társul az, hogy a Kárpát-medence gyermekeit kell megszólítani. Kárpát-medence gyermekeit 7. éve szólítjuk meg, és épp a jövő héten lesz Nagyváradon ismét a Festum Varadinum, amelynek keretében határon túli
rajzokat mutatjuk be. Az idén a rajzpályázatra több mint 1500 rajz érkezett, ennek jelentős része határon túlról érkezett, és nagyon-nagyon szép minőségben. Tehát ez is egy, azt hiszem, hogy egy sikertörténet. Egyszer az, hogy ennek a nagy mennyiségű rajznak, amik ténylegesen művészi értékük is magas, azoknak a zsűrizése, amely egy nagyon komoly zsűri végez művészekkel, a zsűri elnöke Herman Robert történész, tehát sok minden olyan próbálunk összeállítani, ami ténylegesen ezt az egészet még méltóbbá teszi, és kifejezővé, és a gyerekek számára is egy emelkedett eseményét tesszük. De hogyha már csak a jövő hétről beszélünk, Festum Varadinumon jövő héten három programot viszünk. Az egyik a NATO 70. évfordulója tiszteletére, hazánk csatlakozása 20. évfordulójára készítettünk egy kiállítást. Ennek a kiállításnak is örömünkre meghívást kapott a programba, és ezen a programon 8-án este egy pódiumbeszélgetés is lesz a része, amin a Román Parlament Külügyi Bizottságának elnöke, Bihar megye elnöke közösen vesznek részt, illetve beszélgetnek magáról a NATO-ról. A 9-i déli programról már szóltam, 9-én délután pedig, ha már ott van Herman Robert, akár csak zsűri elnökként is, kihasználjuk 48. a lehetőséget arra, hogy egy nagyszerű előadást tartson, és hát ez mégiscsak nem egy program, hanem három programot visz Fehérbe. És ne feledjük, ugye Nagyvárad Szent László a lovak királyvárosa. Szent László a lovak királyvárosa, és hát Székesfehérvár és Nagyvárad között, mint szentek városa, egy különös kapcsolat áll fönn, és az elmúlt sok évben Cserpalkovics Andrásnak köszönhetően ténylegesen minden olyan rendezvényen megjelenik a város. Apropó, tehát milyen kapcsolat van, hogy erősödik a kapcsolat, hiszen enélkül nem megy Székesfehérvár, illetve Pákozd és a Katonai Emlékpark között, hiszen azt tudjuk, hogy Cserpalkovics András a szervezet tiszteletbeli elnöke, és Takács polgármester úr is gyakori vendég az emlékparkban. Hát először is Székesfehérvár felelősséget érez a térségbeni települések iránt, és különös felelősséget érez a Katonai Emlékpark iránt is. A kezdetektől Székesfehérvár városa anyagilag is támogatta egyszer az emlékpark létrejöttét, illetve annak folyamatos működését. Ez az idei évben is így van, közgyűlési határozattal, elsősorban a székesfehérvári ifjúságot érintő pedagógiai programok megvalósítását anyagilag is támogatja. Ebből is ered azt, hogy a polgármesterek is különösen figyelik ezt a tevékenységet, és azt hiszem, hogy Székesfehérvár felnövekvő ifjúsága elmondhatja, hogy Pákozdott már, hogy mondjam, hogy a kezdetektől kezdve folyamatosan látta egyszer a fejlődését, és folyamatosan részt vesz az ottani programokba. Nos, ugye a közgyűlésen, a tisztújtó közgyűlésen elhangzott, hogy az elmúlt 4 esztendőben mi minden történt, megnyugtató módon választ kaptak azok is, akik kívülállók, viszont, és meghatározták a következő esztendő, tehát a 2019-es év feladatait is. Van-e valami változás, van-e újdonság? Azt tudjuk, hogy a 7. Kárpát-medencei gyermekrajzpályázat, erről esett szó rövidesen megismerhetjük, az minden évben csoda. Amikor gyermekek rajzolnak, az mindig valami újat ad nekünk. Június 4-én Fehérváron is bemutatásra kerül a Szent István terembe. Itt zárul lényegében ez a gyermekrajzpályázat, és a Nemzeti Összetartozás napja keretében ismételten egy nagyszerű közös ifjúsági programot bontakoztatunk ki, most a Felvidék gyermekeinek a bevonásával.
Folytatódik az év során a NATO 71. évforduló alkalmából rendezett NATO napok sorozata. Ennek keretében mi 5 városba visszük el és szervezünk NATO napot. Ebből 3-at letudtunk, 2 még hátra van. Szolnokon jövő héten, és azt május utolsó hetében pedig Hódmezővásárhelyre megyünk. Ebben az évben 75. éve lesz, hogy a második világháború érintette az országunk területét és a megye területét is, ezért ősztől folyamatosan foglalkozunk a harcokról szóló megemlékezésekkel, ebbe a katonai emlékparknak is nagy része lesz. Azt szeretnénk, hogy ne merüljön, vagy ne vesszen feledésbe a 3-4 évszázada történt szörnyű események. Ennek nyitó eseménye lesz számunkra. Székesfehérvári katonák, 159 székesfehérvári honvéd gyergyószentmiklósi tragédiája, amiről szeptember 7-én egy nagy ünnepség keretében emlékezünk meg, aminél az a célunk, hogy nagyon sok fiatal vegyen részt. Pont azért, hogy örökítsék tovább, és hogyha lehetséges, akkor vigyék tovább ezeket az ünnepeket. Igen, hát a Gachegyen oldalában elpusztult. Igen, ott most már egy nagyon szép emlékpark alakult ki, és ténylegesen azt hiszem, hogy méltóan emlékezünk Fehérváron is, hiszen itt is létrejöhetett egy kis megemlékező hely. 10 éves a katonai emlékpark is, a 10. évfordulóját, a 10. évadját valósítjuk meg. Úgy gondoljuk, hogy a 10 év alatt több dologban fejlődést értünk el, más dolgokban megkoptunk kicsit, ezért folykozott figyelmet fordítunk arra, hogy az új generációknak, az új látogatóknak újítsunk a kínálaton is. Nincs kétségem felőle, hogy így történik majd. Én pedig ehhez kívánok a munkatársai mindenkinek jó egészséget. Lesz dolguk bőven, biztos vagyok benne. Nagyon szépen köszönöm, továbbiakban is állunk rendelkezésre, és ez egy baráti kör. Ennek megfelelően, aki úgy érzi, hogy közénk vágyik, nagy szeretettel fogadjuk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Görög István volt, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör elnök helyettese. Köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok. Viszontlátásra!